Megették az öldeket reggelire. Az osztrák választásokon előre tört a szélső jobb. Ettől persze joggal vacok sok európainak a foga, de a hétvégi választásnak nem ez az, az egyetlen fájdalmas fejleménye. A legtöbb elemzésben a féle magától értetődő tényként nyugtázzák, hogy az osztrák zöldek összeestek, mint a pásli, ha leveszik a tűzről. Ez a veszteség pedig egy Európa szerte zajló trend része. Bár a fiatal lakosság körében a klímaváltozás és a környezetvédelem kitüntetett jelentőségű témák, az értékválasztások nem fordulnak át szavazattá. A koronavírus járvány előtt az európai zöldek felszállóákban voltak több helyen, így Németországban és Ausztriában például kormánykoalícióba is kerültek, de mostanra oda a lendület. Pedig évről évre egyre nyilvánvalóbb, mivel fenyeget a globális felmelegedés. Már rég nem távoli kockázatokról, meg jövőbeni számításokról beszélünk, hanem ma is minden áldott nap emberéleteket követelő katasztrófákkal nézünk szembe. Nem kell nagyon messzire gondolni, csak mondjuk az elmúlt hetek áradására, ami emberéleteket követelt Ausztriában, Csehországban, Lengyelországban és Romániában is, közvetlenül egy írtózatosan asszályos nyár után. A rettegve emlegetett menekült hullámokban is jelentős szerepet játszik a környezetpusztítás és a megspórolhatatlan következményei, a gazdasági és politikai krízis. Az éghajlatpolitika az elmúlt öt évben vált mezitlábos mozgalmárok mániájából létfontosságú stratégiává, amit csak futóbolondok vitatnak. A középkonzervatív politika is magáévá tette a témát, példával járt elől Ursula von der Leyen uniós szinten is, de ami zöld fordulatnak tűnt, sok helyen szürkülő alkodozásba és szakpolitikai pótselekvésbe fulladt. Az alig megkezdett klímaalkalmazkodással szembeni dühös és sokszor döjfös ellenállás mostanra a szélső jobbnak kedvez. Valójában a mikorunkat legmélyebben meghatározó tényező a klímaváltozás, és nem kell hozzá ökológus diploma, hogy az ember belássa, civilizációs léptékű átalakulásokat követel az emberiségtől. Nem most fordul elő először, hogy egy ilyen szintű fenyegetéssel szemben fejlett társadalmak inkább a homokba dugják a fejüket, és hát van is hová, mert a kiskunságban már elég porhanyós a talaj a sok évnyi a szájtól. A természettudományos és a technológiai fejlettség példátlan szintjén állunk, egészen pontos képünk van a probléma mértékéről, és léteznek megoldások is, úgy szakpolitikai, mint társadalmi, meg technológiai szinten. De amint a megoldásokat az intézményes Európa elkezdte óvatosan kóstolgatni, a választó közönség többsége azon módon ki is köpte a keserű pirulát. Már a populista közbeszédben mindennaposan. Klímahisztéria vágya, így például az osztrák szélsőjobb is használta ezt a kifejezést a kampányban, a környezetvédőket meg vóknak bélyegzik, és úgy tartják őket számon a többségi elnyomó elitként, hogy ezek valójában soha nem szereztek igazi hatalmat. A 2000-es évek zöld politikája valószínűleg túl sok elvárásnak próbált egyszerre megfelelni, még végül a sokszék között a földre esett. A mérséket konzervatívok számára riasztóan radikálisnak tűntek, így számukra kompromisszumkészségüket kellett kézzel lábbal bizonyítani. A hagyományos szocialisták elsősorban komolytalannak tartották őket, így feléjük a kormányzó képességüket, a szakpolitikai és intézményes fegyelmüket kellett felmutatniuk. A liberálisokat riasztotta a sok piaci beavatkozás, úgyhogy esőerdőnyi kockás papírt pazaroltak el arra, hogy levezessék, hogy a zöld átalakulás a gazdaságnak is jót tesz, sőt, összeegyeztethető a vég nélküli fejlődés elvével, amelynek valójában gyökeresen ellentmond. Igyekezetükben mindenki szempontjaira tekintettel voltak, csak éppen a választókat felejtették el meggyőzni, és ebben az alkodozási versenyben a zöld politikának bizony kicsorbult a foga, és a saját eredeti közönségét nem tudta igazán megtartani. Igaz ugyan, hogy a klímapolitika néhány szempontja véletlenül egybeesik a szélső jobb oldal kulturális identitásával, a jobbos populisták azonban nemhogy nem bizonyultak lelkes szövetségesnek, hanem megették a zöldeket reggelire. Láttunk hasonlót a közelmúltban, a Tony Blair utáni baloldal alkudozta el így az eszét, ők a neoliberalizmust hívták be hasonlóképpen a kerítésen belülre, az meg szőröstőbb-főröstőbb felfalta őket. Az osztrák szocialisták mostani lejtmenete ennek a trendnek egy nagyon kései fejleménye, mert hát Ausztriában, a jóléti állam hazájában jelentős késéssel ütött be az a krah, ami Európa legtöbb országát már utolérte. Az európai zöldek most regnáló politikai generációja az Európa parlamenti választásokon szintén nagy veszteségeket szenvedett, és számos jel mutat arra, hogy még nagyon sok pozíciót elveszítenek a következő években. Pedig szükség van karakán és határozott környezetvédőkre a közpolitikában, mert ha a gazdaságaink és a társadalmaink nem alkalmazkodnak, akkor összeomlással fogják megfizetni a tanuló pénzt. A most elporolt döntéshozók a mostani 30-as, 40-es rendszerváltás után felnőtt nemzedékekhez kötődnek inkább, akik nem tartják őket a felszínen. De ez csak egy politikai generáció a sok közül. Követi őket egy fiatalabb kohorsz, akik számára a klímaváltozás nem csak egy szempont a sok közül, számukra az ökológiai összeomlás egzisztenciális fenyegetés. Ők ezekben az években kerülnek szavazósorba, és a nem lenni vagy zöldülni kérdése az, hogy a populista szélsőjobb Aktivizálja, katalizálja, vagy inkább elriasztja őket a politikától? Beszállnak és megújítják a meglévő politikai intézményeket, vagy valami teljesen újat építenek szabadon, de az intézményépítés írtózatos terheivel és apró munkájával együtt. Ez a véleménycikk múlt héten a HVG-ben jelent meg, parakovács Imre cikke mellett. Olvashattok a HVG vélemény rovatot, ahol rajtunk kívül még nagyon sok szerző megjelenik, például Parászka Boróka, Tóthavé árpát, Árpád, Laborci Dóra és sokan mások. Köszönjük a figyelmet! És iratkozzatok fel! A rettegve emlegetett menekült hullámokban is jelentős szerepet játszik a kiadó. Mióta racsolok?